a Fidesz, a KDNP és az RMDSZ közös sajtótájékoztatóján vannak. Nagy tisztelettel köszöntöm Benkő Erika asszonyt, az RMDSZ háromszéki lista vezetőjét, ami egy biztos befutó parlamenti hely a romániai választáson. Miniszterelnök helyettes bemutatása nem szükséges. Külügyi bizottságnak a zárt ülése pár perccel ezelőtt fejeződött be, és áttekintettük a romániai választások előtti helyzetet. Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam a Fidesz álláspontját. Úgy látjuk, hogy a magyar-román viszony rendkívül kedvezőtlenül alakult az elmúlt időszakban. Rossznak nevezhető a magyar-román viszony. 2012 óta gyakorlatilag a legfelsőbb szintű párbeszédnek a feltételei sem voltak biztosítva. Mindenféleképpen változásra van szükség ebben a helyzetben, és a választások azok mindig egy kiváló alkalmat jelentenek erre a változásra. Úgy tekintünk december 11-ére, hogy ez egy esély a magyar-román viszonynak a megjavítása irányába történő változásra, és ha egy esélyként tekintünk erre az eseményre, akkor az is nagyon fontos, hogy minél nagyobb arányban éljen ezzel az eséllyel mindenki, aki érintett benne, az RMDSZ számára is egy esély. Úgy gondoljuk, hogy az RMDSZ a romániai magyarságnak a parlamenti képviselettel rendelkező pártja. Ennek az esélynek meghatározóan fontos részese lehet akkor, hogyha egy erős képviseletet tud megvalósítani a román parlamentben. Minél erősebb képviselettel rendelkezik az RMDSZ a román parlamentben, annál nagyobb az esélye annak, hogy sikerül megváltoztatni a magyar-román viszonyt, és hogy sikerül az RMDSZ-nek hatással lennie erre a változásra. Ugyanakkor ehhez viszont nélkülözhetetlen, hogy a magyarok minél nagyobb számban menjenek el és adják le a szavazatukat a magyar listára. Ennek az elkövetkezendő néhány napban nagyon fontos vonatkozása a mozgósítás. És erre szeretnénk kérni önöket is, mint a sajtó képviselőit, és erre szeretnénk kérni az erdélyi magyar polgárokat, függetlenül attól, hogy hol élnek, hogy minél nagyobb arányban vegyenek részt ezen a választáson, hogy ezt a történelmi lehetőséget sikerüljön az erdélyi magyarságnak megragadni. És hogy a tétje milyennek, nyilvánvaló, hogy az erdélyi magyarság az elmúlt években megfogalmazta egyértelműen, hogy az autonómia az a stratégiai cél, ami a magyarság számára a megmaradást biztosíthatja. Ugyanakkor nem lehetséges az autonómia céljának a megvalósítása, hogyha nincsen olyan kétoldalú kapcsolatrendszer, ami elvezethetne ezeknek a stratégiai magyar céloknak a megvalósításához. Tehát egy jó magyar-román viszony mindenféleképpen az előfeltételét jelenti annak, hogy sikerüljön a magyarságnak a stratégiai céljait megvalósítani.